A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét, ahogy azt már megszokhatták, itt az ünnepi időszakban napról napra jelentkezünk beszélgetéssel, évértékelő ünnepi beszélgetésekkel. Stúdiónk vendége Varga Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, miniszterhelyettese. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és nagy tisztelettel köszöntöm a nézőket is. A 2002-es, 22-es esztendő mindenképpen egy nagyon mozgalmas, váratlan fordulatokban is gazdag év volt. Hogyan értékeli az idei esztendőt? Igen, amikor tavaly január 1-én elkezdtük az évet, akkor arra készültünk, hogy ez azért lesz egy fontos év az életünkben, Székesfehérvár életében, mindannyiunk életében és az én személyes életemben is, mert hogy választások lesznek. Megmérettetés, arra készültünk, hogy valamikor februárban elkezdődik a kampány, és majd valamikor áprilisban a szavazók, a székesfehérváriak az urnához járulnak, és eldöntik, hogy ki képviselje őket az elkövetkezendő 4 évben az országgyűlésben, és aztán februárban valóban elkezdődött a kampány, de elkezdődött valami más is. Február 24-én, amikor Oroszország hirtelen és váratlanul megtámadta Ukrajnát, elkezdődött az orosz-ukrán háború, ami azóta is tart, nincs vége, és ez az egy esemény oly mértékben rányomta a bélyeget az elmúlt évünkre, hogy szinte el is felejtettük azt, hogy választás is volt, és szinte elfelejtettük, hogy más nagyon-nagyon fontos dolgok is történtek a város életében, és történnek azóta is. De ez a háború és a következményei, a szankciók, amelyeket az Európai Unió hozott gyorsan, felelőtlenül, először megígérve azt, hogy az energiát nem fogja érinteni, aztán mégis. Tehát ez a felelőtlen döntéssorozat, ami azóta is tart, eredményezett egy energiaválságot, inflációt, és mindazt, ami most körülvesz minket. Oroszország az agresszor, ezt minden alkalommal elmondjuk, hiszen ha viszonyulnunk kell a háborúhoz, akkor ez az alapvetés, ahonnét ki kell indulnunk. Ukrajna megtámadott, és azóta Magyarország és a székesfehérváriak is minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítjük az ukrán menekülteket. Több mint 1 millióan érkeztek Magyarországra, és minden humanitárius segítséget megadunk. Egyet szögeztünk le, és azóta is tartjuk, hogy nem szállítunk fegyvert, nem akarunk és nem is vagyunk részesei ennek a háborúnak. Nem szállítunk fegyvert, nem küldünk katonát, de minden más segítséget megadunk, megadtunk, mi székesfehérváriak is. Igen, ugye az hogyan is fogalmazott, ez egy fontos üzenet, hogy Magyarországnak ki kell maradnia ebből a háborúból. Igen, ez nem a mi háborunk, igazából nem is Oroszország és Ukrajna háborúja. Ezt egy nem jó dolog idegen szavakat használni, de erre használják a proxy háború kifejezést. Igazából Amerika és Oroszország között zajlik egy háború, ezért mondjuk azt is hangsúlyozok minden alkalommal, hogy békét kell kötni, és a békét igazából az amerikaiak és az oroszok tudják megkötni, hiszen ők állnak szemben ebben a háborúban. És talán az is egy fontos dolog, hogy február végén senki sem gondolta azt, hogy mondjuk december végén még arról fogunk beszélgetni, hogy ez a háború még mindig tart. Igen. Sokszor felvetődött az is, hogy jól értékeltük-e azt a helyzetet, ami február 24-e előtt kialakult az orosz-ukrán határon.
jól értékelték-e azok, akiknek dolguk elemezni, hogy milyen erőkkel vonult fel Oroszország, és az mire alkalmas. Már azt hiszem bizonyítást is nyert, hogy azok, akik azt mondták, hogy az a több mint 100 zászlóalj harcsoport, amivel Oroszország rendelkezett, és ami a határon rendelkezésére állt, az nem alkalmas arra, hogy bármelyik célját elérje, ma már ezt is látjuk. Sem Ukrajna lerohanására nem volt elegendő, sem Kijev elfoglalására nem volt elegendő. Ugye az első fázisban volt egy ilyen terv, ez látszott az orosz hadműveletekben, hogy azt gondolják, hogy ha Kijevet elfoglalják, megszerzik, Zelenszkij vagy elmenekül, vagy valami más történik, és akkor egy báb kormány át tudja venni a hatalmat. Közben természetesen az orosz lakta Donbass területét is megcélozták, elvágták Ukrajnát az Azovi-tengertől, megcélozták Odesszát, tehát nagyon sok célpont volt, és nagyon sok irányban támadtak, és azóta nem is, szinte összeszámolni sem lehet, hogy hány fázisa volt már ennek a háborúnak, de egyetlen célját sem ért el Oroszország. Ugye az, amikor a hadászati repülőgépeket és robotrepülőgépeket bevetve kifejezetten és célzottan ukrán infrastruktúra célpontokat támadott, nem katonai célpontokat, akkor már egyértelműen látszott, hogy kétségbe esetten próbál valamiféleképpen döntést kicsikarni ebből a helyzetből, de ez sem érte el a célját. Ezt látjuk, ezért van velünk ez a háború, és azért is marad velünk még hosszú ideig, mert akkor lesz vége, és akkor tudnak a felek leülni és tárgyalni, hogyha van valami eredmény, amit elmondhat, hogy ő elért, az orosz fél is és az ukrán fél is, és meg tudnak valamiben egyezni, ez most nem látszik. Ugyanakkor a következményei, a hatásai, azok napról napra velünk vannak, és befolyásolják a mindennapi életünket. Milyen kihívásokra kellett választ adni eddig a kormánynak? Hát igen, a hibásan és rosszul meghozott szankciók egyértelműen vezettek az energiaárak robbanásához, amik mindannyiunk életét érintik. Sokszorosára nőttek az energiaárak, még ma is többszöröse annak, mint a háborút megelőzően voltak az energiaárak. Ezért a költségvetésben ezért hoztuk létre a rezsivédelmi alapot, és eltökéltek vagyunk abban, elég csak miniszterelnök úr tegnapi nyilatkozatára visszautalni, elkötelezettek vagyunk abban, hogy ezt a rezsicsökkentést, amit most érzékelünk, ami most velünk van, ezt fenn kívánjuk tartani az átlagfogyasztásig. Nagyon alacsonyak Magyarországon az energiaárak, de hogyha valaki az átlagon felül fogyaszt, és azt az árat összehasonlítja a körülöttünk lévő országok energiaáraival, még az is alacsonyabb. Tehát azt gondolom, hogy ebben Európa egyik legjobbja vagyunk, és kitartunk amellett, hogy ezt meg fogjuk védeni. Több szinten is támogatja ugye a kormány egyrészt a magyar családokat, de gyakorlatilag a munkahelyek megőrzését, a vállalkozásokat, vagy akár ha a gyármentő programra gondolunk, akkor az ipar minden szegmensét. Igen, a gyármentő program a nagyvállalkozásokat szeretné segíteni, de a kis és középvállalkozások számára is van segítség, mind az energiaárak, mind pedig az adózás tekintetében, és azt gondolom, hogy székesfehérvári nagy, kis és közép vállalatok is sikerrel fognak pályázni és vesznek részt ezekben a programokban, mert az ő munkájukat, jövőjüket segíti, és a legfontosabb célt el tudjuk érni, hogy ezek a vállalkozások sikeresen dolgozhassanak és működhessenek tovább, és így a székesfehérvári munkahelyeket meg tudjuk őrizni a jövőben is.
Hogyan lehet a gazdaságot erősíteni, illetve mennyire fontos az, hogy mondjuk előre meneküljenek, akár itt a fejlesztéseknél az energia válság, ugye rámutatott arra, hogy azért érdemes akár napelemekben gondolkodni. Van-e olyan program vagy cél, hogy ezeket a fejlesztéseket például támogassák? Én azt hiszem, hogy jelképes, szimbolikus jelentősége vannak, hogy van energiaügyi minisztériumunk, hiszen ma minden az energia és az energia árak és az energiához való hozzáférés körül forog. Ebben is azt hiszem, hogy nagyon sokat léptünk előre. Amikor 2010-ben átvettük a kormányzást, akkor azt hiszem, hogy egy interkonnektorunk volt, most 7 országgal állunk kapcsolatban, de miniszterelnök úr minap volt Bukarestben, és távolból, Fekete-tenger alatt zöld energiához, zöld elektromos energiához fogunk jutni. Ez természetesen mind idő, míg ezek megvalósulnak. Nagyon sajnáljuk azt, hogy a Fekete-tengerből nem jutunk hozzá a Fekete-tenger alatt található gáz mezőből nyert energiához, hiszen az a fejlesztés, az a beruházás meghiúsult. Az amerikaiak lettek volna a beruházók, de visszatáncoltak, visszaléptek. Ez nagyon könnyű azt mondani, és azt követelni egy országtól, hogy diverzifikálja az energia hozzáférését, akkor, amikor nem kap segítséget, vagy éppen ezt Macron elnök is megjegyezte, hogy nem segítség az, hogyha többszörös áron kapjuk Amerikából az energiát, ez a mi országainkon nem segít. Tehát mindent megteszünk, hogy több irányból, több forrásból jussunk energiához. A napelemek természetesen az egyik lehetőség. Éppen most úgy tűnik, hogy nem, de egy kis türelmet kell kérnünk mind a befektetőktől, beruházóktól, mint pedig a székesfehérvárióktól is, hogy amíg nem alkalmas a hálózat, a fogyasztás ingadozásainak elviselésére, addig nem lehet erre a hálózatra ráterhelni és ráengedni olyan mértékű napelemből nyert energiát, amire lehetőségünk lenne. Először a hálózati rendszerünket kell fejleszteni, erre lesz lehetőségünk, hogyha valóban és tényleg hozzáférünk az Európai Uniós forrásokhoz. És ki is mondta a fontos gondolatot, ami az idei évben azért meghatározó volt, hogy Magyarország hozzáférhessen az Európai Uniós forrásokhoz. Hogyan alakult ez a folyamat, hogyha értékelni kellene, és hol tart ez most? Hát ez úgy nézett ki, azt gondolom mindannyian úgy érzékeltük, hogy két autó száguld egymással szemben borzalmas sebességgel, és valakinek el kell rántani a kormányt. Tehát azt mindenki érezte és tudta, hogy az utolsó pillanatban lesz majd döntés. Ez így is történt. Egy tárgyalás sorozat végén mindig az a jó, hogyha nem az egyik vagy a másik fél győz, hanem hogyha mind a kettő győztes, és egy jó kompromisszum születik a megbeszélések és a tárgyalások végén. És azt gondolom, hogy ez történt, bízunk benne, hogy mind a helyreállítás alap, mind pedig a 7 éves költségvetésben nekünk járó források hozzáférhetőek lesznek. Az a felfüggesztés azt gondolom csak azt jelenti, hogy lesznek még további tárgyalások, de politikában vagyunk, bármikor bármit mondhatnak, hogy na most azért nem adunk pénzt, mert nincs rajtad sapka, vagy azért nem adunk pénzt, mert van rajtad sapka. Mindig minden felülírható egy politikai döntéssel, de hát azt is látjuk, hogy farkast kiáltottak, de az Európai Unióban, az Európai Parlamentben ülnek azok, akik korrupciós ügyletek során kívántak meggazdagodni, és nem pedig itt, ahogy ez a sokszor hangozatott vádakban elhangzott.
fejlesztésekről beszéltünk, uniós forrásokról beszéltünk, hogyha Székesfehérvár tekintetében nézzük a 2022-es esztendőt, mondjuk a fejlesztések vonatkozásában, akkor hogy látja, mit hozott ez az év? Hát egyrészt ebben a nehéz helyzetben is tudjuk folytatni azokat a beruházásokat és fejlesztéseket, amelyek Székesfehérvár számára fontosak. Amikor az energiaválság elérte Európát, akkor a rezsivédelmi alap létrehozása mellett kellett hozni még egy nagyon fontos döntést a kormánynak, és ez pedig a nem elkezdett beruházások felfüggesztése volt. Azokat a beruházásokat, amelyek pedig folyamatban vannak, úgy döntött a kormány, hogy azokat folytatni kell. Itt Székesfehérváron is folytatódik a kórház építése, folytatódik a mi hóki csapatunk jövőbeni otthonának, a multicsarnoknak az építése. Heteken belül kész lesz, és a megfelelő engedélyek megszerzése után használatba vehetjük a déli összekötő utat. Hát azt gondolom, hogy a fejlesztések tekintetében jól állunk. Elkészült a Szent István Király Múzeum főépülete, amely az én személyes életemben, vagy képviselő életemben ennek a 4 éves ciklusnak a szerelem gyereke volt. Ezen nagyon sokat dolgoztam, mint hogy a többi fejlesztésen is. Sajnos az országgyűlési képviselő munkája nagyon kevéssé látszik, mert ugye az a dolga, hogy a fejlesztéseket a budapesti minisztériumok útvesztőiben nyomon kövesse, megtalálja az éppen valahol lapuló papírokat, előbányáztassa. Amikor a forrást meg kell szerezni, akkor lobbizzon a források mielőbbi megszerzéséért, mint ahogy ez nem forrás és nem igazán forrás megszerzése, de hogy újra tudjuk nyitni a postákat nem csak 2, hanem 3 helyen, Székesfehérvárat, az Öreghegyen, Maroshegyen és a Feketehegyen is, és hogy ki tudtuk nyitni az uszodát is, és az elsők között lehettünk, ahol az országgyűlési képviselő munkája is természetesen benne van, és ez nagyon fontos, hiszen fontos a sportolók és a fehérváriak számára az uszoda, és fontos, hogy a város kertvárosi részén, ami a központtól messze van és nehezebben megközelíthető, ott is legyen elérhető, és a székesfehérváriakat kiszolgáló postahivatal. Beszéljünk még egy kicsit a fejlesztésekről, hiszen mondjuk az nyilván egy fontos mérföldkő akár egy város, vagy akár egy intézmény életében is, hogy a Szent István Király Múzeum történetének legnagyobb fejlesztése valósulhatott meg, egy teljesen komplex, modern 21. századi körülményeknek megfelelő épületkomplexum alakult ki, olyan körülményekkel, amit már mutatott és látni lehetett a királyok és szentek, az Árpádokkora kiállításon is, hogy gyakorlatilag innentől kezdve minden műtárgy, minden nemzetközi szabványnak megfelel a múzeum épülete, ami megint csak fontos. Igen, egyrészt azért nagyon fontos az én életemben a Szent István Király Múzeum főépülete, mert amikor én érettségiztem a Ciszterci gimnáziumban, akkor József Attila gimnáziumnak hívtak, még nem volt egyszerű és könnyű bejutni egy egyetemre, és egy évet az egyetem megkezdés előtt én dolgoztam az akkor István Király Múzeumban, tehát személyesen is kötődöm az épülethez, a múzeumhoz, az ott dolgozókhoz, és ezért fontos volt, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Az Árpádház programban eredetileg ez a kiállítás a Nemzeti Múzeumban valósult volna meg, de a kormány, azt hiszem, fehérváriak egyetértenek velem abban, hogy bölcs döntése az volt, hogy ez is itt Székesfehérváron, a nemzettörténelmi fővárosában, a mi városunkban legyen, valósuljon meg, és fogadja a látogatókat, de ehhez kellett egy épület, és természetesen polgármester úrral bejárva a belváros épületeit, természetes volt, hogy arra a következtetésre, döntésre jutottunk, hogy ez a Szent István Király Múzeum főépülete legyen, és aztán sok munka kellett ahhoz, hogy ezt akkor még miniszteri biztosként, majd kormánybiztosként
segítsem és megszerezzük a majd 6 milliárd forintos forrást a Szent István Király Múzeum felújítására, mert természetesen azt tudtuk, hogy ez az épület az, ahol ezt a kiállítást meg kell valósítanunk, de abban a formájában, abban az állapotában erre nem alkalmas, és így jött létre vidéken először egy olyan 21. századi kiállító tér, múzeum, ami valóban, ahogy fogalmazott, bármely ország, bármely múzeumának legféltettebb kincsét is be tudja mutatni. Nagy siker volt a Királyok és Szentek, az Árpádok művét bemutató kiállítás, és készülünk a következőre, a jövő évi nagy kiállításra, amely a Magyar Katonai Vitézség 1000 évét fogja bemutatni. Itt Székesfehérváron, ami nem csak a nemzettörténelmi fővárosa, hanem egy ősi katonaváros is. A fejlesztések kapcsán két fontos dolgot már említettünk, egyrészt a déli összekötőt, másrészt a multifunkcionális csarnokot, ami szintén fontos a közlekedés szempontjából, ez két meghatározó beruházás. Igen, a csarnok nem csak egy csarnok lesz, ahol a mi hoki csapatunknak szurkolhatunk, hanem egy városrészi fejlesztés is, és egy nagyon fontos út megépítése, hiszen azzal, hogy az albaipari zónát összekötjük a budai úttal, egyrészt az albaipari zóna megközelíthető és elhagyható egy másik útvonalon, és összekötünk két városrészt, és egy új városrészt kezdünk el építeni, azzal, hogy elkészül a csarnok, az albaipari zóna terjeszkedhet, folytatódhatnak a beruházások, amire azt gondolom, hogy mi készen állunk Székesfehérvárként, városként befogadni, és erre minden kormányzati támogatást meg fogunk kapni, hiszen a beruházások támogatása a jövő esztendőben sem szűnik meg. Az idei évben is rekordot döntöttünk a külföldről Magyarországra vonzott beruházások tekintetében, amire azt hiszem, hogy mi fehérváriak is büszkék lehetünk. És a déli összekötő út pedig összekötő 62-es, 63-as utakat, ami azt gondolom, hogy minden fehérvári tudja, hogy ha nem kell bemenni a Széchenyi úton, a Horváth István útig, ahol azonnyomban dugóba kerülünk a lámpánál, akkor mint egy nem egyenes vonalban, de teljes lesz az a körgyűrű, amelyen Székesfehérvárt megkerülhetjük a Nyugati Elkerülő úttal és a Katocsa úttal együtt. Ez teljessé válik. Nem kell bejönni a városba ahhoz, hogy elkerüljünk egyik főútról a másikra. Tehát azt gondolom, hogy ez Fehérvár közlekedésében egy mérföldkő lesz. Hogyha valakik követik az ön közösségi oldalát, akkor látták azt, hogy az ünnepek előtt nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozott. Többek között járt Koszovóban is, de volt Irakban is. Mik voltak a tapasztalatai? Két nagyon fontos helyszín, ahol jelen vannak a magyar honvédek, a magyar katonák hosszú évek óta. A KFOR misszió az nem csak nekünk, magyaroknak fontos, hanem fontos Európának is, azt gondolom, hiszen a Nyugat-Balkán békéje és stabilitása Európa békéjét és stabilitását jelenti. És ezért hangsúlyozzuk, hogy nem csak a KFOR jelenléte, a NATO jelenléte fontos a béke és a biztonság garantálásában, hanem nagyon fontos lenne ezeknek az országnak az euróatlanti integrációja. Gondoljuk vissza, hogy 2015-ben Szerbia tagja az Európai Uniónak, vagy a térség országai tagjai az Európai Uniónak, akkor nem a magyar-szerb határ az Európai Unió és a Nyugat-Balkán határa. A NATO egy kicsit előbbre jár, Albánia is tagja, Montenegro is tagja a NATO közösségnek, Észak-Macedónia is tagja, ebben előre kell lépnünk, de köszönjük a magyar katonák helytállását, hiszen ebben a misszióban mi a harmadik legnagyobb létszámú kontingens vagyunk, sikeres éven vagyunk túl, hiszen Kajári Ferenc vezérőrnök ugye volt egy évig a KFOR parancsnoka, és a parancsnok nem csak katonai parancsnok, hanem politikusként is kell működnie és dolgoznia, hiszen együtt kell dolgozni a térség kormányaival a béke és a biztonság garantálásában. Irak, Erbil, kurdisztáni régió másik nagyon fontos
helyszín, miután Afganisztánt elhagyta a koalíció, Irakban kell biztosítani. Azt gondoljuk, hogy legyőztük az ISIS-t, az iszlám államot, de biztos, hogy nem adják fel, látható, hogy nem adják fel. A jelenlétünkkel segítjük a kurdisztáni régióban a béke és a biztonság garantálását, ezért hála és köszönet a magyar katonáknak, a fehérváriaknak is, mert fehérvári katonákkal is találkoztam, és nagy örömmel köszöntöttem őket, és adtuk át a Honvédelmi Minisztérium ajándékát nekik. Egy nagyon mozgalmas esztendőn vagyunk túl, majdnem, túl vagyunk már rajta, és hát itt az elmúlt fél órában hallhattuk, hogy hány ponton, hány kihívásra, feladatra kellett megoldást találni, választ adni. Mit csinál Varga Tamás, amikor nem politikus, amikor a családi körben néhány napot eltölt? Hogy telik a karácsony önöknél? De játszik az unokáival. Azt gondolom, mint sokan mások, akiknek vannak unokáik. Együtt vagyunk a gyerekeinkkel, az unokáinkkal. Egyszerűsítve 2, 4, 6 és 8 évesek. Tehát mindenféle korosztály, két lány, két fiú képviselve van, és tehát fantasztikus pofák, írtó aranyosak és érdeklődőek, és nagyon nagy öröm velük együtt lenni. A legkisebbel is, aki még csak alapszinten szavakat tud, anyu, apu természetesen, tudja, hogy papi, ez vagyok én, de hát iszonyatosan aranyosak, amikor úgy kommunikálnak, hogy még beszélni nem tudnak, és hát velük leszünk együtt. Karácsony, új év közötti időben, és együtt töltjük ezt a néhány napot. Reméljük, munkanélkül. Amikor beszélgettünk a mai találkozóról, akkor egy dolgot kértem öntől, hogy hozzon magával valami tárgyat. Igen, én egy tollat hoztam, ezt a munkatársaim tudják, hogy ez nagyon fontos, ez, hogyha valahol leteszem, én hajlamos vagyok letenni dolgokat, és akkor ott hagyom, így vagyok ezzel a szemüveggel, tollal sokszor járok így. De ez azért fontos, mert hát ezzel írok, én magam szoktam jegyzetelni megbeszéléseken, kormányülésen, miniszterhelyettesi értekezletren, bárhol, bárkivel találkozom, fogadóórán, amikor a fehérváriakkal találkozom, és elmondják ügyes-bajos gondjaikat, és kérik a segítségünket, akkor én magam szoktam jegyzetelni, és ez azért fontos, mert az írás és az olvasás az, ami ebben a digitális világban elhagyni látszik minket. Vagyis mi hagyjuk el, kevesebbet írunk, és kevesebbet olvasunk digitális termékeket, hanem könyvet. És én ezzel szeretném felhívni a figyelmünket arra, hogy van még néhány napunk, amit pihenéssel tölthetünk, hogy ragadjuk meg és olvassunk ne csak online dolgokat, hanem könyveket és nyomtatott újságot. És hihetetlen, amikor kinyitsz egy könyvet, és annak illata is van, és kötődés alakul ki, az ember leteszi, megjegyzi, hogy hol tart. Ez egy speciális kötődés, ez az online térben nincs. Ilyen egy toll, vagy ez a toll, amivel írunk, ezt se felejtsük el, hogy ez is egy nagyon fontos része kell, hogy maradjon az életünknek. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkívásunkat. Köszönöm szépen, hogy itt lettem. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmet, ünnepi beszélgetésekkel holnap is jelentkezünk. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.